Elképesztő terek, lenyűgöző látvány, város a rozsdaövezetben. Egy 33 milliárdos gigaberuházás a magas művészetért és a város rehabilitációért. Az Eiffel Műhelyház Magyarország legnagyobb alapterületű ipari műemlékcsarnoka. Egykor a Magyar Királyi Vasutak hatalmas mozdonyjavítója működött a falak között. Mostantól viszont sok funkciós, kulturális és közösségi térré tágul a 8 éve ketyegő idő. Ide vonzani az embereket, meg elhitetni velük, hogy itt valami olyasmi épült, aminek egyébként a belvárosban volt eddig a helye, az szerintem nagy feladat. Az opera intézményi korszerűsítésének, európai első vonalba emelésének legszembetűnőbb fejezete az új próba és játszóhely, gyártó és raktárbázis, képző, beavató és látogató központ, vagyis az Eiffel Műhelyház, amelynek hivatalos átadása az újjászületésnap, az opera világnapjára, 2021. október 25-ére esett. Az őszi dátum mégis az intézmény tavaszát jelentette. A gálaesten ott volt a magyar kulturális és politikai elit. Az ünnepségre mások mellett Háder János köztársasági elnök, felesége Herceg Anita és Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter részvételével került sor. Az Eiffel projekt az évtized egyik legnagyobb kulturális fejlesztése a fővárosban és országszerte is. A hivatalos átadás után pedig az Opera Eiffel Műhelyháza legelső, de magabiztos lépéseivel újabb kaput nyitott a közönség irányába, hisz most már nem csak a belvárosban, díszes falak között, nem csak az opera nagy századának műveit lehet megismerni, hanem a barokk zeneművészet, a 20. századi opera, a kortárs zenész színház és balett világát is. És mindezek kölcsönhatásait, kísérleti előadásait, ahol a jazz a barokkal, a filmzene a mitológiával, az opera a balettal, a lett fal a kortárs zenével, az oratórium a zenész színpaddal, a slágeropera pedig a verzió előadással találkozik. Én büszke vagyok nagyon erre a létesítményre, mert ez nem csak egy hely, hanem ez egy létesítmény. Ez egy színház történeti, opera történeti pillanat. Én nagyon szeretem ezt a létesítményt, csodálom. Elsősorban egy jövő bemutató dolog, ami azt jelenti, hogy az opera mindig is élni fog. Nem csupán stúdió, felvételi helyszín, több próbahelyszín, hanem ugye itt készülnek a díszletek, jelmeztár, és ez tulajdonképpen túlmutat az ország határain is. Ez egy 10 éves projekt, ennek a kommunikációja. Egész elképesztő, hogy milyen nehéz bejáratni egy régi intézmény számára egy új helyet, ami ráadásul nem is a szokásos belvárosi Broadway-nek mondott utcaterületen van, hanem valahol máshol. Tehát újat mondani, az olyan, mintha az egy magától fogva is szenzáció számba menő dolog lehetne, de én is itt ezen átjövök rá, hogy újat sokkal nehezebb mondani. Nincsenek az embereknek emlékeik, eszközeik hozzá, és hát ehhez most megint ma is hozzáteszünk egy hangyányit. Természetesen az Eiffel Műhelyház nem kíván betekedni az operaház épületével. Az Ybl Miklós alkotta főmű, a világszép neoreneszánsz palota, a magyar operajátszás valódi fellegvára. Az is marad. Az Eiffel Műhelyház pedig ugyanolyan egyedülálló, ám teljesen más a külleme, elhelyezkedése és a célja is. Méretben talán csak a híres milánói Scala ipari csarnoka, az Ansaldo vetekedhet vele. Ám ott színházterem és számos más funkció nem található meg, amely viszont az Opera Eiffel Műhelyházának sajátja. 33 arca, létformája van ennek a vadonatújjá varázsolt,
ám 136 esztendős komplexumnak, amely az Opera Campusszal együtt 10 hektár parkban terül el Budapest mértani közepén. És nem csak a tömegközlekedés 3 különböző válfajával érhető el könnyen, de bicikliút is érinti, és minden dolgozó és odalátogató opera rajongó parkolását is képes megoldani. Raktár, próbaterem, műhely, kamaraszínház. A Pesti Operának egyik sem volt, csak csupa bérlemény. Pedig mindez szükségeltetik ahhoz, hogy a megváltozott világban Európa élvonalához visszakapaszkodjon az intézmény.